Világszinten a barna medve az egyik legtöbbet kutatott vadon élő faj. Habár manapság Romániában is elkezdtek gyűlni a tudományos adatok, a fajról még mindig számos, téves információ létezik a köztudatban. Ebben a részben a fajhoz kapcsolódó leggyakoribb tévhiteket gyűjtöttük össze. Általánosan elterjedt tévhit, hogy több medvefaj él Romániában. Eszerint a rendes medvéken kívül vannak még fekete medvék, kisebb termetű hangyászmedvék és örvösmedvék, fehéres vagy világosabb színű nyaktájéki folttal rendelkező egyetek is. Mindez csupán folklór. Romániában egyetlen medvefaj fordul elő, a barna medve. A faj elnevezése megtévesztő lehet, mivel a barna medvék bundája a világos sárgától a fényes feketéig tartó skálán bármilyen színű lehet. Születéskor a legtöbb medvebocsnak fehéres, V-alakú folt van a nyaka körül, amely általában a második életévre elhal már. Néhány egyednél azonban ez a világosabb színű folt felnőtt korban is észlelhető. Hasonlóképpen nincsenek kisebb termetű hangyászmedvék sem. Főként a nyári időszakban a fehérjékben gazdag hangyák kulcsfontosságú táplálékforrást jelentenek minden medve számára, legyen az kicsi vagy nagy. Jellegzetesen magyar hiedelem az úgynevezett vérmedvék létezése. Ezt olyan egyedekre értik, amelyek húst vagy vért kóstoltak, és ennek következtében kizárólagos húsevőkké váltak. Ez sem igaz. Minden medve fogyaszt húst, amikor csak teheti, de táplálék összetételük továbbra is nagyrészt növényi alapú. Még azok a medvék is fogyasztanak egyéb táplálékot, nem csak húst, amelyek rendszeresen zsákmányolnak házi állatokat. Egy másik gyakori tévhit, hogy a medvéket az erdőkitermelés kiűzi erdei élőhelyükről és felszámolja a medvék táplálékforrásait, így az állatok az emberi települések közelébe kényszerülnek. Habár az erdőkitermelés valóban zavarással járhat, a medvék éjjeli jelenléte gyakran megfigyelhető az éppen kitermelt parcellákban, vagy akár a fakitermelők ideiglenes szállásainak a közelében is. Mindez arra enged következtetni, hogy az erdőkitermelés okozta zavarás az év jelentős részében csak korlátozott mértékű. Ez alól kivételt képez a téli erdőkitermelés, ha ez medvék által telelésre használt területeken történik. Ez a típusú zavarás veszélyes energiavesztességgel járó mozgásra kényszeríti a telelő állatokat, sok esetben telelőhelyeik, barlangjaik végleges elhagyására. A barlangok végleges elhagyása pedig nagy eséllyel végzetes az adott télen született bocsok számára. Rövid és közepes távon azonban a szelektív szálalóvágás, vagy akár a tarvágás is valójában javítja és változatosabbá teszi a medvék táplálkozási lehetőségeit az adott erdőparcellában. A zárt lombkorona megnyitásával a fény az erdő talajszintjére jut, ami kedvez a lágyszárú növények és az erdei gyümölcsök megjelenésének, ezek pedig fontos táplálékforrást jelentenek a medvék számára. Egy kezelt erdőben tehát a faj több táplálékot talál, mint egy zárt, sötét, öreg erdőben. A tarvágások esetében pedig a dús ajnövényzet újulat egyben takarásként, búvóhelyként is szolgál a medvék és egyéb nagyvadak számára.
Egy mára már állandósult narratíva szerint a romániai medveállomány meghaladta a természetes élőhelyének eltartó képességét, azaz több medve van, mint amennyit az élőhelyek el tudnak tartani. Az igazság az, hogy Romániában nem ismerjük a medvék természetes élőhelyének eltartó képességét. Ahhoz, hogy az eltartó képességről becsléseket végezhessünk, részletes információkra lenne szükségünk a romániai medvék táplálék összetételéről, a táplálékforrások tér- és időbeli eloszlásáról, figyelembe véve olyan kulcsfontosságú tényezőket is, mint a tölgy és bükkmag termésének fluktuációi. Továbbá figyelembe kellene vennünk az emberrel összefüggésbe hozható olyan táplálékforrások hozzáférhetőségét a medvék számára, mint a szántóföldi növénykultúrák, gyümölcsösök, kaszálórétek és legelők. Erre azért van szükség, mert napjainkban, Romániában a medvék javarészt ember által kezelt és fenntartott, esetenként ember által létrehozott tájakban élnek, vagy legalábbis szezonálisan használják ezeket. Természetes és a természet közeli, vagyis ember által fenntartott élőhelyek elkülönítése tehát gyakorlatilag lehetetlen. Ezzel párhuzamosan többet kellene tudnunk arról, hogy melyek a medvék számára megfelelő élőhelyek és az állatok élőhely használatáról is. Mindezeken túlmenően valós adatokra lenne szükségünk az országos medveállomány nagyságáról és eloszlásáról. Ezen információk birtokában lehetne megkísérelni az ökológiai eltartóképesség kiszámítását, majd ezt össze lehetne hasonlítani az állomány valós nagyságával. Ilyen jellegű tudományos adatokra alapozott számításokat azonban mindeddig nem végzett senki Romániában. Azok számára, akik tényszerű információkat keresnek a medvékről, kutatásokon alapuló információk tanulmányozását javasoljuk. Thank you.